A Magyar Nemzeti Bank dolgozói az életüket kockáztatva kimentették a világháború végén a Nemzeti Bank aranytartalékát. Ez az aranyvonat története, ami a Magyar Nemzeti Bank egyik fontos szimbólumává vált. Számos aranyvonat van a történelemben, ez a Magyar Nemzeti Bank aranyvonata. A mozdony motivuma az ipari forradalom óta egy előremutató, progresszív, jövőbe tekintő motivum, aminek az első számomra kedvenc megnyilatkozása az az 1844-ben készült a William Turner festmény, az eső, gőz, sebesség. Magát a mozgást akarta ábrázolni, amit egyébként csak absztraháltan lehet. Ezután a festmény után 100 évvel volt egyébként a futurizmus. Olyan lázadó korszak volt, ami a gépeket eszményítette és a mozgást, mindent dinamikusan ábrázolt. A futurista alkotások legtöbbször egy folyamatról kapták a címüket, és innen jutott eszembe, hogy ennek a szobornak a robogás címet adjam. Több ezer aranytömböt készítettünk el kézzel, mindegyiket külön-külön. Ezek az aranytömbök rozsdamentes acél lemezből lettek lehajlítva, és az egész forma az körbe lett hegesztve és kézzel átcsiszolva, mire elérte egy-egy aranytömb a most látható formáját. Elég unalmas lett volna ugyanakkor a méretű aranytömbökből létrehozni ezt a szobrot, ezért többféle méretet, egyedi méretet terveztem, amit külön-külön elkészítettünk kézzel, és ezek az aranytömbök a forma által lettek gyakorlatilag kiválasztva, hogy hova milyen aranytömböt rakunk. Tehát vannak olyan részek, mondjuk az ütközők vagy a kémények, ahova mondjuk egy sokkal keskenyebb aranytömb, illetve vannak olyan részek, ahol a forma így elkezd elfogyni a térben, illetve ezeket a fázisokat, hogy meg tudjam jeleníteni, vagy érzékelni tudjam a mozdony sebességét, oda hosszabb aranytömböket alkalmaztam, és gyakorlatilag egy ilyen rendszer alapján épül fel a szobor. Ez volt a Gábornak a kiinduló pontja, amikor elkezdte tervezni a szobrot, hogy legyen egy olyan alkotás, ami folyamatosan mozgásban van, előretör, önbizalmat sugároz. Egy olyan fényezési eljárást választottam a szoborhoz, ami nagyon hasonló az aranytömböknek a felületéhez, és ezt egy 7 rétegben történő fényezési eljárással valósítottuk meg. A szobor egy izgalmas építészeti térbe kerül, egy alagútban lesz, ami összekapcsolja a Szél-Kálmán teret a Krisztina körúttal, és ebből az alagútból lehet a pénzmúzeumhoz eljutni. Gyakorlatilag a teljes felülete kívülről látszik, ami egy olyan technikai bravúrt is rejt magába, hogy ha megérkezik a látogató a Szél-Kálmán térre, üveg fogja elválasztani a vonat belsejét, ami a pénzmúzeumban van a külső résztől, de az egész vonat gyakorlatilag élvezhető már kívülről a téren. Egy olyan dinamikus világítást terveztem a szoborhoz, ami hasonló érzetet kell, mint hogyha a szobor egy alagútban zakatolna, egy pulzáló fény, ami előről hátra kíséri a szobrot, sose áll meg. A szobor olyan értelemben is egy folyamatot mutat be, hogy nem egy térben van, hanem tereket és időket szimbolikusan és fizikailag is összeköt.